sokat mondó címet kapott a Dumpot legutóbbi rendezvénye. Állati állarc, ez volt a hívószava a legkisebbeket és szüleiket megszólító farsangra hangoló rendezvénynek, ahol kartonpapírból és fészből készültek az arcot takaró maszkok. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nagyon extra ötletekkel előálltak, és a szülőket is dicséret illeti, mert kivették a részüket a munkából rendesen, de nagyon élvezték ők is. Készültünk mintákkal, úgyhogy leginkább ezeket választották a gyerekek, de elég széles volt a paletta, volt miből választani, ehhez előrajzolt minták voltak, és akkor ezt kivágták, varták, ragasztották a pirkanyagokból, kartonból. Inkább a színekben volt, hogy nem ragaszkodtak annyira a természet színeihez, vagy pedig igen, csak nem az adott állatszínéhez. Mi ezen először meglepődtünk, de aztán ebből születtek a legjobb munkák és a legérdekesebbek. Ilyenkor mindig azért itt van egy varrógép is, és segítünk egy kicsit, hogy gyorsabban menjen a dolog. Aztán ezen kívül a kinyomtatott mintákat végül is el is lehetett belőle vinni, meg hát ötleteket kapnak a gyerekek, sőt az elkészített állarcról is bármikor tudnak újat, más színűt, másból, más anyagból megvalósítani. Úgyhogy hallottuk vissza, hogy azóta készült otthon is már több az elkészített alapján újakat is készítettek a gyerekek. A festői környezetben fekvő Dumpont programjainak nem titkolt célja, hogy közelebb hozza a természetet a hozzájuk ellátogatókhoz. Az pedig, hogy a farsangi időszak kezdetére szervezték állarckészítő rendezvényüket, egyáltalán nem véletlen. Ez volt a cél, hogy egy kicsit ellensúlyozzuk a pókembert, és próbáljunk meríteni a környezetünkből, és legyenek a gyerekeink mosómedvék, rókák, nyuszik, baglyok, medvék, egyebek, hiszen azért széles a paletta. Persze lehetnek mások is, szakács és egyéb, meg autószerelő, de mi azért igyekeztünk egy kicsit a természetet becsempészni a farsangi időszakba is. A Dumpont következő rendezvényét már most érdemes beírni a naptárba, amikor a természetes anyagok mellé a hagyományápolás is társul majd. Húsvéti készülődés lesz, mégpedig ez húsvét előtt nagy pénteken fogunk tartani egy egész napot a húsvét jegyében, délelőtt 10 órától. Ennek része lesz Berta Kata iparművész által segített tojás díszítési lehetőség, ahol meg lehet ismerkedni a berzselés, a karcolás és a viaszozás, azaz a gicázás technikájával. Ezt megpróbáljuk úgy, hogy a kicsik is próbálgathassák, szigorúan szülői kísérettel és felügyelettel, azért itt veszélyes eszközök vannak, de szeretnénk, hogy legyen alkalmas lehetősége anyukáknak, apukáknak ezt kipróbálni. Ismétlemtett művész fogja bemutatni, aki egyébként óvonő is, tehát ő ért a gyerekekhez is. És ez mellett még ezen a napon megkértük a tamási néptáncosok néhány tagját, hogy mutassák be nekünk a pillés népviselet részeit, úgyhogy ők be fognak öltözni ezen a napon, és akkor minden érdeklődő megismerkedhet, hogy hogy is épül fel, mik voltak a szokások, minek mi volt a jelentése és a jelentősége a viseletben. Továbbá az általános és szokásos tárlatvezetésünket egy kicsit kiegészítjük és kiélezzük úgymond a térség falvainak, településeinek a húsvéti népszokásaira fogunk kitérni. Nagyon sok érdekességet tartogat. Kellemes környezet, gyönyörű táj és sok hasznos információ Tamásiról és az azt körülölelő tájról. Ez az, amit nyújt a Dumpont az odalátogatóknak.